Sok szeretettel köszöntök mindenkit, és az alkalom előtt imádkozzunk egyet. S veľkou láskou vás všetkých vítam a pred príležitosťou sa ešte pomodlíme. Drága mennyei atyám, örülünk, hogy megint úgy összejöhetünk a te nevedben. Drahý nebeský otče, sme vďační za to, že sme sa opäť mohli v tvojom mene zísť. Hogy rólad beszéljünk. Aby sme hovorili o tebe. Hogy veled építsük a kapcsolatot. Aby sme budovali náš vzťah s tebou. Kérlek, áld meg ezt az alkalmat. Prosím, požehnaj túto príležitosť. Add, hogy mindannyiunknak megérintse a szívét. Daj, aby sa to dotkol našich srdc. Ami a te igédben áll. To, čo je v tvojom slove. És mindaz, amiről ma szó lesz. A to, o čom bude dnes reč. Amen. Amen. Na, még egyszer sok szeretettel köszöntök mindenkit. Ešte raz vás veľkou láskou vítam. A mai alkalommal egy prófétáról fogok beszélni. Dnes budem hovoriť o jednom prorokovi. És arról, ami számunkra, amit ez jelent. A o tom, čo to pre nás znamená. Mik azok a tapasztalatok, amikből épülhetünk. Z akých skúseností sa môžeme budovať. És a mai alkalomra én Illés prófétát választottam. Vybral som si Eliáša. Ugyanis mostában őről olvastam, és elég érdekes volt mindaz, amit úgy felfedeztem, és mindaz, amit ezzel kapcsolatban megértettem. Lebo naposledy som o ňom čítal a bolo to veľmi zaujímavé, čo všetko som zistil a objavil. Amikor ez a proféta jött, akkor Isten népe nagyon rossz helyzetben volt. Keď tento prorok prišiel, tak Boží ľud bol vo veľmi ťažkom stave. Isten népe ketté szakadt, az egyik Júdea még valahogy követte őt, de a másik Izrael már inkább egy idegen Isten befolyása alá került. Takže na dve časti sa rozpadli a jedni potom začali nasledovať cudzích bohov. Az akkori uralkodó Áháb király, bár hívő ember volt, mégis azt tette, amit az Úr rossznak lát, és vett maga mellé egy feleséget is. Král Achab, on síce veril v Boha, ale predsa robil také veci, ktoré neboli Bohu ľúbe. Napríklad si zobral jednu manželku. Ezt a nőt úgy hívták, hogy Jezabel, és ő üldözte az Úrnak a prófétáit. Jezabel, ktorá prenasledovala Božích prorokov. Ledombolták az Úr oltárait, és mindenek hatására Izrael elfordult az Úrtól. A taktiež zbúrali oltáre, a vďaka tomu sa Boží ľud odvrátil od Boha. És Isten nem küldött rájuk tüzes esőt, mint annak idején küldte a két városra, Szodomára és Gomorára. A Boh potom neposlal na nich ohnivý dážď, ako to urobil v prípade Sodomy a Gomory. Hanem úgy döntött, hogy a saját népét visszatéríti magához. Ale rozhodol sa tak, že jeho ľud navráti választott k nemu naspäť. Választott egy embert, Illés prófétát. Vybral si proroka Eliáša. És azzal a feladattal bízta meg, hogy Izrael népét visszavezesse az Úrhoz. A dal mu za úlohu, aby Boží ľud, aby priviedol k nemu. És akkor az történt, hogy Illés proféta összehívta a népet Kármel hegyére. A potom stalo sa, že Eliáš zvolal ľud na vrch Kármel. Ott felállítottak egy oltárt az idegen istennek, Bálnak, és felállított ő is egyet az Úrnak. Tam postavili oltár cudziemu bohu Bálu, a on tiež postavil oltár Bohu. És azt mondta a népnek, hogy azt az Istent kövessétek, aki tüzet fog küldeni. A povedal ľudu, že toho Boha nasledujte, ktorý pošle oheň na altár. És Illésnek a
áldozata, amit felállított az oltáron, ez lángra robbant. A tá oběť, kterou Eliáš tam položil, tak splánul ohňom. És a nép ezt látta, és megtért, és azt mondták, hogy az Urat akarjuk követni. A Boží ľud to videl a sa rozhodli, že oni chcú nasledovať Pána. Illés vezetésével lemészárolták a idegen profétákat. Vedením Eliáša cudzích prorokov zabili. De Istennek volt egy terve, és ő úgy határozott, hogy a népéből ki akarja írtani teljesen az idegen Istennek a befolyását, és ezt úgy akarta véghez vinni, hogy a királynak a feleségét is azt akart, hogy távozzon a nép közül, pusztuljon el. Ale Boh chcel, aby všetko, čo súviselo s cudzími bohmi, aby bolo odstránené z ľudu, tak preto chcel, aby aj manželka krála bola odstránená. És a nép, akinek égett a szíve az Úrért újra, ment is volna, és Illés akarata szerint, és az Úr akarata szerint cselekedett volna. A Boží ľud, ktorý už horel pre Pána Boha, už chceli nasledovať to, čo Eliáš hovoril. De akkor ez az idegen asszony megüzente Illésnek, hogy a következő napra meg fog halni mindazért, amit tett. Ale Jezábel odkázala Eliášovi, že zomrie nasledujúci deň kvôli tomu, čo povedal. És ugye ismeritek a történet folytatását, Illés ekkor úgy döntött, ő, akinek bizonysága volt az Úrról. A potom poznáte príbeh, že Eliáš, ktorý mal svedectvo s Pánom, že čo urobil. Hogy megijed, és akkor belezelt, és azt csinálta, hogy 700 kilométert sétált. Že on sa zlakol a prešiel až 700 kilométrov. És elment egészen gyalog a Hóreb hegyéig, ahol ez a hegy ez azért volt nevezetes, egyébként ez Sion hegyének is nevezik, mert Isten itt jelent meg Izrael népének. A išiel až k vrchu Hóreb, alebo sa hovorí aj Sion, a to je preto zaujímavé, lebo tu sa zjavil Pán Boh Izrael népének. Božiemu ľudu. És ha ezt nézzük, gyakorlatilag Illés Isten közelségébe ment. Takže keď sa na to tak pozeráme, tak Eliáš išiel do prítomnosti Boha. És mielőtt ő elment volna ide ehhez a hegyhez, képzeljétek el, még előtte egy angyal neki még kenyeret is adott és fizet is, hogy megetesse és megitassa. A ešte predtým, ako sa k tomu, k tej hore dostal, tak anjel mu ešte dal aj napiť, aj najesť. És ez a kenyér elő 40 napig étel és ital nélkül képes volt gyalogolni. A potom bol schopný 40 dní ísť, putovať a nejesť. És amikor odament a Hóreb hegyéhez, beült egy barlangba. A keď vyšiel na vrch Hóreb, tak on išiel do jednej jaskyne a tam si sadol. Isten embere, akit Isten kiválasztott egy feladatra, arra, hogy az ő népe újra visszatérjen hozzá. Tento Boží človek, koho si Pán Boh vyvolal na to, aby prinavrátil jeho ľud naspäť k nemu. Akinek volt bizonysága az Úrról, az ment és beült egy barlangba. Kto má svedectvo s ním, živé svedectvo s ním, tak on išiel a sadol si do jaskyne. Fogom folytatni ezt a történetet, de inkább azt szeretném elmondani, hogy ezt miért is meséltem el mind. A budem pokračovať tento príbeh, és len vám ešte poviem, že prečo som toto porozprával. És tudjátok, Istennek volt egy terve Illéssel. Viete, Boh mal plán s Eliášom. És Istennek van egy terve velünk is. A Boh má plán aj s nami. Van egy terve, amit csak rajtunk keresztül tud megvalósítani. Má plán, ktorý vie vykonať jedine skrze nás. Ahova minket az Úr odaállított.
tam, kam nás Pán Boh postavil. Hogy ezt a feladatot végrehajtsuk. Aby sme tú danú úlohu vykonali. És tudjátok, ez nagyon, azért nagyon fontos dolog. A viete, to preto je také dôležité. Mert lehet, hogy mi sétálunk 700 kilométert. Lebo možno mi prejdeme 700 kilométrov. És azt mondjuk, hogy megyünk az Úr közelségébe. A povieme, že ideme do prítomnosti Božej. És lehet, hogy ehhez még ételt is kapunk, és italt is. A možno k tomu dostaneme ešte aj jedlo, aj pitie. És azt látjuk magunk körül, hogy hát itt tökéletesen minden helyén van, ez az Úrtól van. A vidíme to potom, že no, toto určite je od Pána. Gondoljátok bele, milyen nagy dolog az, hogy egy ember, aki az Istenre kíváncsi, az Isten jelenlétére oda akar menni. Predstavme si človeka, ktorý je zvedavý na Boha a chce sa dostať do jeho prítomnosti. De nem biztos, hogy ez egy jó út. Ale nie je to isté, že to je dobrá cesta. Tudjátok, Isten terve nem ment végbe. Viete, Boží plán nebol vykonaný. Jezabel ott maradt a trónom. Jezabel zostala na tróne. És Illés megült a barlangban. A Eliáš sedel v jaskyni. És Istennek nem ez volt a terve velük. A nie toto bol Boží plán. És tudjátok, Isten akkor kihívta Illést a barlangba, azt mondta, gyere ki. A potom Pán Boh povedal Eliášovi, aby vyšiel z jaskyni. És az volt hozzá az első kérdés, hogy mit csinálsz itt? A opýtal sa ho, že čo tu robíš? És Illés erre nem tudott válaszolni neki. A Eliáš na to nevedel odpovedať. Később, amikor megjelent neki, neskôr, keď sa mu zjavil, újra felteszi ugyanezt a kérdést, hogy Illés, mit csinálsz itt? Znovu sa ho opýtal, Eliáš, čo tu robíš? És tudjátok ezután mit mondott Illésnek? A viete, čo potom povedal Eliášovi? Menj és kend fel Elizeust magad helyett prófétának. Že chodj a pomáž Elizea na miesto teba ako proroka. Ezt a részt pontosan felolvasom nektek a Bibliából. A túto časť si prečítame z Biblie. A Királyok első könyve 19. fejezetében van a 15. vers. Királyok első könyve 19. fejezet 15. vers. Prvá kniha Králov 15. 19. fejezet 15. Tehát 19. kapitola a 15. vers. Ez a Biblia így írja. Ekkor azt mondta neki az Úr: menj, kelj ismét át a pusztán, át Damaszkuszba, és amikor odaérsz, kend fel Hazaélt Aram királyává, azután Jéhút Nimsi fiát kend fel Izrael királyává, Elizeust az Ábél Meholáli Sáfár fiát pedig kend fel prófétává magad helyett. Nekem így van ebbe a fordításban, nem tudom, hogy a tiétekben is ez a szó, vagy magad helyett. Hospodin mu riekol, choď, vráť sa svojou cestou k Damašskej púšti a keď dojdeš, pomáž Hazaela za kráľa nad Sýriou, Jehua, syna Nimšího, pomáž za kráľa nad Izraelom a Elizea, syna Šáfatovho z Abel Mecholi, pomáž za proroka na miesto seba. Čiže studiátok mi tiaľ, toť magad hejet. A viete, čo to znamená, že na miesto seba? Hogy Isten azt mondta, hogy innentől már nem rajtad keresztül fog ez a feladat végbe menni. Že Boh riekol, že odteraz môj plán nebude vykonaný skrze teba. És ez nagyon-nagyon fontos dolog, hogy ezt nekünk is tudatosítani kell. A toto je veľmi dôležité, my si to musíme uvedomiť. Hogy mi hihetjük azt, hogy az Úr közelségében vagyunk. Že my môžeme veriť tomu, že sme v prítomnosti Božej. De nekünk sokkal fontosabb, hogy az a feladat, amit ő ránk bízott, azt beteljesítsük. Ale oveľa dôležitejšie je to, že tá úloha, tou úlohou, ktorou nás on zveril, aby sme ju vykonali. És nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy vajon honnan tudhatjuk, hogy mikor visszük végbe Isten feladatát.
A rozmýšľal som nad tým, že ako môžeme vedieť to, či sme vykonali tú danú úlohu, ktorú sme dostali. Én sok hívőt ismerek, aki azt hiszi, hogy végbe viszi az Úr feladatát, és nincs ebbe biztosíték, nem tudja, hogy mitől viszi végbe Isten feladatát. Poznám mnoho veriacich, ktorí si myslia, že konajú Božiu vôľu, ale nemajú tú istotu. És hát igazából erre nem is tudnék nektek válaszolni, hogy mi miből tudhatjuk meg, hogy valóban Isten akaratát visszük-e végbe. Ani vám, ja neviem povedať, že odkiaľ by sme vedeli, že či konáme Božiu vôľu. Hát szerencsé, nem is kell nekem erre válaszolnom, mert ezt megteszi helyettem a Biblia. Ale našťastie nemusím na to ja odpovedať, lebo Biblia nám na to odpovedá. Felolvasok nektek még egy részt, ami szintén nagyon-nagyon érdekes. Prečítam ďalšiu časť, ktorá je tiež veľmi zaujímavá. És ez az a rész, amikor Illés menekül. To je tá časť, keď Eliáš je na úteku. És nézzétek meg, hogy mi az ő motivációja Illésnek. A pozrime sa, že čo je jeho motivácia. Szintén a Királyok első könyve 19. fejezetének a harmadik versét olvasnám. Tiež z prvej knihy Králov, 19. kapitola, 3. vers. Azt tudja az ige, hogy Illés megijedt, felkerekedett és ment, hogy mentse az életét, és elérkezett a júdeai Beersabába, legényit ott hagyta, ő pedig elment a pusztába egy napi járóföldre. Odaért egy rekedtye bokorhoz és leült alá. Azt kívánta, bárcsak meghalna. Ez ennyi, elég is lesz. Takže nalakal sa teda, pobral sa a odišiel kvôli svojmu životu. Keď prišiel do Beršeby v Júdsku, zanechal tam sluhu. Sám však odišiel na púšť na deň cesty. Keď došiel, sadol si pod kručinový ker a žiadal si smrť. És látjátok, mi volt ennek az Illésnek a motivációja? Félelem. A vidíte, že čo bola motivácia Eliáša? Strach. Félelem, aggodalom. Strach, obavy. És tudjátok, hogy a mi cselekedeteinket is a félelem és az aggodalom fogja mozgatni. A viete, ak aj naše skutky alebo našimi skutkami budú hýbať starosti a obavy, akkor leülhetünk a Horeb hegylábához is, ahol azt mondjuk, hogy Isten ott van. Tak si môžeme sadnúť aj na vrch Horeb a mysliac, že tam je Pán Boh. De sajnos akkor ez nem az a feladat lesz, amit Isten ránk bízott. Ale žiaľ, to nebude tá úloha, ktorú nám Pán Boh zveril. Sokat gondolkodtam, és hogyha megnézitek, ez a félelem, ami Illésből fakadt, ez az ő saját elképzeléseiből, saját vágyaiból indult ki. A viete, tento strach, ktorý vychádzal z Eliáša, tak, alebo teda bol v Eliášovi, tak to vychádzali z jeho predstav. És van, amikor Isten azt mondja az igében Jézustól, hogy ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Boh hovorí o Ježišovi, že toto je môj syn, v ktorom mám záľubu. Azt ő azért mondja, to preto hovorí, mert Jézus úgy tudott imádkozni, hogy legyen meg a te akaratod. Lebo Ježiš sa dokázal tak modliť, že nech sa stane tvoja vôľa. És nekünk nagyon bele kell néznünk a mi szívünkbe, a mi sa veľmi musíme pozrieť do nášho srdca, hogy vajon a mi imánk is így szól, hogy legyen meg a te akaratod. Že či aj naša modlitba tak znie, že nech sa stane tvoja vola. Vagy pedig esetleg azért benne van az is, hogy azért legyen meg az én akaratom is. Alebo či je tam zahrnutá tá naša vola. Mert akkor hiába megyünk el a Horeb hegyhez. Lebo potom márne ideme k vrchu Horeb. Lesz egy pillanat, amikor mindannyian ott leszünk Isten előtt. Príde ten okamih, keď všetci budeme stáť pred Božím trónom. Amikor Isten meg fogja mutatni mindazt, amit mi cselekedtünk. Keď Boh ukáže to všetko, čo sme činili. És hogyha bizony a mi imánkban az van benne, hogy azért az én akaratom is legyen meg.
A keď v našich modlitbách je skôr to, že nech sa stane tá moja vôľa, akkor ezért nem leszünk megdicsérve. Tak za to nebudeme pochválení. Úgyhogy, testvérek, ez egy nagyon érdekes és nagyon üzenetteli rész volt számomra. Bratia a sestry, toto bol veľmi zaujímavý príbeh a veľmi... Nem tudom, nagyon érdekes és üzenet volt számomra. Takže veľmi zaujímavý odkaz to bol pre mňa. Mert bizony az igében az van, hogy vannak emberek, akik betegeket fognak gyógyítani, prédikálnak. Lebo v slove je napísané, že budú ľudia, ktorí budú uzdravovať ľudí, budú kázať. Ami a belegondoltok, ez egy nagy cselekedet, és ez valóban egy olyan cselekedet, amire az Úr nagyon sokszor felszólít minket. A to sú veľmi veľké veci, na ktoré nás často Pán Boh vyzýva. És akkor jön a kérdés, hogy mondhatja ezt az ige, és hogy mondhat ilyet Jézus, hogy egyes embereknek ezek közül azt fogja mondani, hogy nem ismerlek titeket. A potom stále budeme čudovať, že ako to, že Ježiš hovorí tým ľuďom, že niektorým z týchto, že nepoznám vás. És nekünk minden pillanatban fel kell tenni azt a kérdést, musíme si klásť stále tú otázku, hogy ez az Úr akarata, vagy pedig nem az Úr akarata. Že či tá daná vec je Pánova vôľa, alebo nie je. Úgyhogy én fontosnak tartom, hogy lehet, hogy az Úr közelségét keressük, de lehet, hogy az Úr más feladatot bízott ránk. Takže považujem to za veľmi dôležité, aby sme to skúmali, že čo robíme, či tú danú úlohu, ktorú nám zveril Pán. És azt hiszük, hogy most éppen az ő feladatát hajtjuk végre, pedig ez igazából a saját vágyainkból fakad. A môžeme robiť nejaké veci, mysliať si, že sú od Pána, ale môže to byť, že to je naša vôľa. Ami a jó hír, čo je dobrá správa, hogy azért Élést kihívta Isten a barlangból, že Eliáša Boh vyvolal z jaskyne. És azért hiszem azt, hogyha esetleg mi is ott ülünk most a mi lelki barlangunkban. Tak verím tomu, že keď aj my sedíme v tej našej jaskyne viery. Még ha azt hiszük is, hogy ez Isten akarata. A mysliať si, že toto je Pánova vôľa. Hiszem, hogy Isten akkor is szólni fog hozzánk. Verím, že Boh k nám prehovorí. És ki fog hívni minket a mi barlangunkból. A vyvolá nás, vyvedie nás von z tej jaskyne. És azért vigyázzunk arra, hogy amikor kihív minket a barlangból, akkor valóban cselekedjük is meg, amit ő mond. A potom dávajme si pozor na to, že keď nás vyvolá z tej jaskyne, tak aby sme potom vykonali jeho vôľu. Ilés megcselekedte, megértette, miután Isten azt mondta, hogy most akkor Elizeus által fog végbe menni ez a dolog. Eliáš to pochopil, že teraz cez Elizea bude vykonaný Boží plán. Nem kezdett el ott az Úrnak műsorozni, hogy de én akarom ezt megcsinálni. A potom tam nezačal protestovať, že on to chce urobiť. Ment és felkente Elizeust. Išiel a pomazal Elizea. Úgyhogy mi is tanulhatunk szerintem ebben az esetben. Aj my sa môžeme poučiť z tohto prípadu. És hiszem, hogy fontos, hogy meglássuk a mi életünkben, hogy mi az, amit Isten ránk bízott feladatként. A verím, že uvidíme to, čím nás Pán Boh zveril. És ha meglátjuk, akkor vigyük is azt végbe. A keď to uvidíme, tak aby sme to aj vykonali. Úgyhogy én ezt szerettem volna nektek mondani. Toto som vám chcel povedať. Nem tudom, hogy nektek milyen gondolatotok támadt ezzel kapcsolatban. Neviem, že aké myšlienky vás napadli súvisiac s týmto. De most odadom ezt a mikrofont bárkinek, aki kéri tőlem. Ale teraz odovzdám mikrofon ďalej tomu, kto... Ja len toľko by som doplnil Richarda. Én csak szeretném a Richit kiegészíteni. Že na to, aby sme vedeli, kde sme, alebo jaká je vôľa Božia,
Hogy arra tudjuk, hogy hol vagyunk, és hogy mi Isten akarata. Musíme byť vnímaví. Nagyon ébernek kell lennünk. To znamená, ako pán povedal, ten, kto má oči, nech vidí. Úgy, ahogy mondta az Úr, hogy akinek van szeme, lásson. A ten, kto má uši, nech počuje. És akinek vannak fülei, az halljon. Pretože mnohokrát veci vypadajú inak. Mert gyakran a helyzet máshogy néz ki. Albo ich význam je inakší, ako ich my vnímame. Mert máshogy észle, máshogy vannak egy dolgok, mint ahogy mi észleljük. Teraz mi napadla jedna parafráza, aby som toto aj nejako názorne ukázal od jedného nášho brata kazateľa. Egy példa is eszembe jutott erre a dologra, egy prédikátor testvérünktől. Jako duchovný svet funguje? Hogy hogyan működik a szellemi világ. Bol jeden svetoznámy huslista, ktorý dnes žije, ale je naozaj svetoznámy. Volt egy világhírű hegedűművész. A ten huslista išiel v Žobráckom úbore hrať niekde do New Yorku na Times Square. És ő elment New Yorkba játszani a Times Square-re. A hral tam jednu slávnu skladbu, možno od Bacha, neviem. És egy nagyon híres művet adott elő, talán Bachtól. A za dve hodiny nazbieral do svojho klobúčika 30, neviem koľko dolárov. Két óra alatt körülbelül 30 dollárt összegyűjtött a kis kalapjába. Až úplne na konci ho spoznala jedna Nemka. És teljesen a végén ismerte őt fel egy német hölgy. Pričom ten istý svetoznámy huslista v jednej milánskej opere. Mikor egy ugyanolyan világhírű hegedűművész a milánói operaházban koncertoval pár týždňov po tejto udalosti. Koncertezett pár héttel ezután, az eset után. Ugye najlacnejšia stupenka stála 200 euró. Ahol a legolcsóbb belépőjegy 200 euróba került. Takže pokiaľ do našeho hladkého chodu života. Úgyhogy amíg a mi könnyű lefolyású életünkbe príde nejaká udalosť, ktorá sa zjavne vynímá z toho príjemného chodu alebo z toho pokojného života nášho. Jön valamilyen esemény, amely felborítja a mi nyugalmas életünket. Tak by sme určite mali spozornieť. Akkor biztos, hogy figyelmesnek kell lennünk. Lebo ja tak verím a tak som to dostal z písma, že nič sa nedeje bez toho, aby pán o tom nevedel. Mert semmi sem történik, anélkül, hogy az Úr ne tudna róla. A teraz mnohí môžu namietať, že aj ako je možné, že prečo dovolí zlé. És akkor valakik azt mondhatnák, hogy hát miért enged meg az Úr rossz dolgokat is, hogy megtörténjenek. Tak som to dostal, pán nedovoluje, alebo nerobí zlé nám, ale iba nechá veci podľa našeho konania. Tehát, hogy az Úr nem cselekszik rossz dolgokat, hanem csak hagyja, hogy valójában a mi cselekedeteink következményei valóságá váljanak. Vlastne nechá dopustiť naše želanie, tak jak hovorí Richard. Sokszor hagyja, hogy a mi kívánságaink valóra váljanak, ahogy Ricsi is mondta. Lebo nie je isté vôbec, že pán chce, aby sme liečili. Mert egyáltalán nem biztos az, hogy az Úr szeretné azt, hogy mi gyógyítsunk. A to naše následné liečenie potom prinášalo nejaké ďalšie veci, ktoré nie sú takisto v súlade s Božím plánom. És aztán további valamilyen nem jó következmények legyenek, amelyek nincsenek az igével összhangban. Tak ako brat István hovorí, alebo ako Richard teraz spomínal, musíme konať skrze pána. Tehát az Úr segítségével kell, hogy cselekedjünk. Vo viere. Hitben. A pokiaľ nedostávame odpoveď, nemáme konať. És amíg nem kapunk választ az Úrtól, addig ne cselekedjünk. Pretože kráčať vo svetle znamená kráčať v poznaní. Mert a világosságban járni azt jelenti, hogy a ismereteinkben, ismeretekben járunk. A keď nemám poznanie, tak nebudem predsa tápať v tme. De hogyha nincsenek ismereteink, akkor nem fogunk a sötétbe tapogatózni. Toto som dostal od Richarda. Ezt akartam, ezt tudtam mondani. Ki szeretne még
oznásolni. Kto by chcel? Kto by chcel niečo? Szeretném megerősíteni azt, amit Sándor vasárnap, amiről prédikál. Chcel by som vlastne zdôrazniť to, o čom Šanko v nedeľu rozprával. Én úgy hiszem, hogy ez egy nagyon-nagyon határozott és erős üzenet volt. Verím tomu, že to bol veľmi silný a veľmi rozhodný odkaz. Ugyanis előző este ugyanezt az üzenetet kaptam én is az úrtól. Pretože predošlý deň presne túto istú, tento istý odkaz som dostal od pána. Egy kicsikét ilyen elégedetlen ember voltam, vagyis vagyok. Trochu som bol taký nespokojný človek, dokonca aj som. És mindig többet szeretnék. A vždy som chcel, alebo vždy chcem viac a viac. Szombaton megszólított Isten szelleme. A v sobotu ma oslovil Boží duch. És azt kérdezte tőlem, hogy mit szeretnél tulajdonképpen. A opýtal sa ma, čo chceš vôbec. Éhezel? Nemáš čo jesť? Mondom, nem. Nie. Van mit fölvenned? Van ruhád? Máš oblečenie? Van. Mám. Van szállásod? Van házad? Máš, van otthonod? Máš kde bývať? Van. Áno. Akkor legyél hálás mindenért. Tak buď vďačný za všetko. És ugyanaz kapcsolódok, ami Sándor mondott, hogy ameddig megvan mindenünk, ki máme všetko, addig tudunk elégedetlenek lenni. Tak vieme byť nespokojní. És ha elvesztünk valamit, ale keď niečo stratíme, akkor jövünk rá, hogy az mennyire hiányzik. Tak potom prídeme na to, že ako veľmi nám to chýba. És vasárnap reggel úgy keltem fel, v nedeľu ráno som sa tak zobudil, és úgy imádkoztam, a tak som sa modlil, hogy Uram, köszönöm neked mindent, že Pane, ďakujem ti za všetko, minden apróságot, za všetky maličkosti, mindent, ami tőled van, za všetko, čo je od teba, mert ami tőled van, lebo čo je od teba, az jó, to je dobré. És teljesen fölüdült az én lelkem. A úplne sa osviežila moja duša. És azóta úgy imádkozom. A odvtedy sa tak modlím. Hogy Uram, legyen meg mindig mindenbe a Te akaratod. Že Pane, nech sa stane vždy Tvoja vôľa. És köszönöm, hogy vagyok. A ďakujem, že som. És köszönöm mindent, hogy amim van. Ďakujem za všetko, čo mám. És nem akarok többet, Uram. A nechcem toho viacej. Mert az a gazdag ember, akinek elég van. Lebo ten človek je bohatý, ktorý má toho dosť. Persze, a többet adsz. Samozrejme, keď dáš viac. Örömmel fogadom. S radosťou to príjmem. De soha nem fogom ezt tőled kérni. Ale nikdy si to nebudem od teba pýtať. Legyen áldott a te neved. Nech je oslávené tvoje meno. Amen. Amen. Továbbadom. Odovzdávam ďalej mikrofón. Môžeme sa opýtať, že aký problém vlastne mal Eliáš? Megkérdezhetjük azt, hogy milyen problémája volt Illésnek. Proste Pán Boh sa oslávil. Isten megdicsőítette magát. Proste obeť bola prijatá u Boha. Az áldozat el volt fogadva. A musel s tým počítať, že jeho nepriateľovi sa to nebude páčiť. És kellett, hogy számoljon azzal, hogy az ellenségnek ez nem fog tetszeni. Viete, keď my nakloníme svoje srdce, tudjátok, hogyha mi odatartjuk a mi szívünket, a začneme sa dívať očami nášho nepriateľa na nás,
És úgy fogunk tekinteni saját magunkra, mintha az ellenség szemével néznénk ránk. Tak dostaneme strach. Akkor félelem fog lebo ten náš nepriateľ našej duši, on nemá dobré myšlienky o nás. Azért, mert a mi ellenségünknek nincsenek jó gondolatai rólunk. Verte tomu, že ani o jednom z vás nemá nepriateľ tvojej duši dobré plány. Higgyétek el, hogy a mi ellenségünknek, egyikünk ellenségének sincsenek jó gondolatai rólunk. Ale ty sa nesmieš dívať očami tohoto nepriateľa. De neked nem szabad az ellenség szemével tekinteni magadra. Ty musíš sa dívať očami svojho priateľa. Neked a te barátod szemeivel kell magadra tekinteni. Očami tvojho Boha. A te Istenednek a szemével. Ty sa musíš vidieť tak, ako on teba vidí. Úgy kell magadra tekinteni, ahogy ő lát téged. Lebo ak sa budeš dívať tak, ako ťa vidí tvoj nepriateľ, dostaneš strach. Mert to je zákonité. Mert ha úgy fogsz tekinteni az ellenség szemével, akkor félni fogsz. A ten, kto má strach, ten uteká. És az, aki fél, az menekül. A ten proste robí veľkú a dlhú dráhu. És nagyon hosszú utat tesz meg. A veľa energie vynaloží. És nagyon sok energiát fektet be. A musím povedať, veľmi zbytočne ju vynaloží. És meg kell, hogy mondjam, hogy ezt feleslegesen teszi. Videl som ľudí, ktorí boli unavení životom. Láttam embereket, akik meg voltak fáradva az élettől. Ale nie preto, že robili pozitívne veci. De nem azért, mert pozitív dolgokat tettek. Nie preto, že robili konstruktívne veci. Nem azért, mert valami építő dolgokat tettek. Ale preto, že utekali. De azért, mert menekültek. Jedni utekali sami pred sebou. A némelyek maguk elől menekültek. Iní utekali pred Bohom. Mások Isten elől. A niektorí pred svojim vlastným osudom. És valakik az ő sorsuk elől. A boli unavení. És nagyon fáradtak voltak. Jedného je treba. Egy dolgot kell. Je treba zastať. Nem szabad megállni. Nie, je treba. Jaj, meg kell állni. Elnézést. Máme zastať a povedať, Pane. Meg kell állni és azt mondani, Uram. Veľa očí sa díva na mňa. Nagyon sok szem néz rám. Veľa názorov. Nagyon sok vélemény. Je tých, ktoré sa tvorí o mne. Az, amely rólam szól. Ale mňa zaujíma len jeden jediný názor. De engem csak egyetlen egy vélemény. Mňa zaujíma len jeden jediný pohľad. Engem csak egyetlen egy vélemény érdekel. A to je tvoj, Pane. És az a tiéd, Uram. A potom nemusím utekať. És aztán akkor nem kell menekülnöm. Nemusím urobiť 700 kilometrov dole a potom zase 700 kilometrov hore. Nem kell 700 kilométert megtennem felfelé, aztán lefelé. Viete, čo to muselo byť za vypetie urobiť takú dlhú dráhu tam dole, pešo? El tudjátok képzelni, hogy milyen hosszú volt ez az út, gyalog, elmenni olyan távol. Z vrchu Karmel až na to miesto, kde išiel Eliáš, je podľa biblicistov okolo 700 kilometrov. A Karmel hegyről egészen oda, ahova ment Illés, az ilyen 700 kilométer. A zase nazad. És aztán vissza, ugyanúgy. A to si mohol Eliáš ušetriť? És hát ezt megspórolhatta volna. Keby sa nebol díval na seba Illés očami svojho nepriateľa. Hogyha nem az ellenség szemeivel tekintett volna magára. Keď sa pozriem na seba očami Pána Ježiša, de hogyha az Úr Jézus szemeivel tekintek magamra, viete, čo hovorí o mne? Tudjátok, mit mond rólam? Ty si moje milované dieťa. Te vagy az én szeretett gyermekem. Za teba som niesol kríž. Érted, vittem a keresztet. Drahý si v mojich očiach. Drága vagy az én szemeimben. Zaplatil som za teba. Fizettem érted. A to nie zlatom, ani nie striebrom. És nem aranyjal, nem ezüsttel. Ale svojim životom. Hanem az én életemmel. A moja krv tam tiekla na kríži za teba. És az én vérem folyt a kereszten érted. Drahý si v mojich očiach. Drága vagy az én nikdy szemeimben. Nikdy sa ťa nevzdám.
Soha nem mondok le rólad. Aj keby sa matka vzdala svojho dieťa. Még ha anya le is mond a gyermekéről. Ja sa ťa nikdy nevzdám. Soha nem mondok le rólad. No kde by si utekal? Hát hova menekülj? Od tejto lásky. Ettől a szeretettől. Kde by si utekal? Hova menekülnél? Keď sa díváš očami svojho pána na seba. Hogyha az uradnak a szemeivel nézel magadra. Zažil som v svojom živote. Átéltem az életemben. Keď som sa nepokojil. Amikor aggodalmaskodtam. A keď som sa nedíval na seba očami mojho pána. És amikor nem az Úrnak a szemeivel néztem magamra. A musím vám povedať, že veľa zmetkov som urobil. És mondhatom, hogy nagyon sok dolgot kiműveltem. Zmetkov. Gubancot. A hambím sa za to. És hát szégyellem magam. Ale dnes sa už toho chránim. De ma már tartózkodom ettől. Šetrím si energiu na dobré veci. Spórolom az energiámat jó dolgokra. Proste, aby som do kráľovského stavu mohol pomazávať ešte aj svojich nepriateľov. Hogy királyi tisztségbe tudjam megkenni még az én ellenségeimet. Szíria bola v nepriateľskom pomere k Izraelovi. Szíria az ellensége volt Izraelnek. A Eliáš bol poslaný a hovoril, choď tam pomáž Hazajela za kráľa. És Illés oda lett küldve, hogy kenje meg ott a királyt. Aj svojich priateľov, teda aj v Izraelovi mal kráľovské, teda dávať to kráľovské pomazanie. Tehát Izraelben is kellett a királyi kenetet neki. Ale aj medzi nepriateľmi. De még az ellenségei között. Nie je to veľká vec, bratia a sestry. Ez nem egy nagy dolog. Nie je to veľké poslanie. Ez nem egy nagy küldetés. Potrebujeme na to sa tak vysiliť, že už nám jazyk visí a proste už nevládzeme, už kráčať a až tedy budeme vyťahovať olej a mazať. Akkor fogjuk a olajat kihúzni a mi zsebünkből, hogyha már a nyelvünk a padlón fog lógni. És annyira kimerültek leszünk. Nemôžeme ušetriť tú energiu k tomu, aby sme chválili Boha. Nem spórolhatjuk meg azt a energiát ahhoz, hogy dicsérhessük Istent. Katika, ty si myslíš, že ty vieš si lepšie o sebe predstaviť, ako si predstavuje o teba Boh. Katika, te azt gondolod, hogy jobb gondolataid lehetnek magadról, mint Istennek vannak rólad? Myslíš si, že ti Pán Boh nedáva niečo, alebo ti nedopraje? Azt gondolod, hogy Isten nem ad neked valamit, vagy nem kíván neked odaadni? To, čo si myslíš, že by bolo lepšie pre teba, by bolo pre teba horšie. Az, amitről azt gondolod, hogy számodra jobb lenne, az számodra rosszabb lenne. A práve preto. És éppen ezért. My musíme dôverovať. Nekünk bíznunk kell Istenben. A nemusíme pobehávať ako splašené sliepky pri plote. És nem kell úgy futkosnunk, mint egy kergetyú. Nestrácajte zbytočne energiu mellett. Na vyplňanie svojho vlastného strachu. Nevesztegessétek el az energiátokat arra, hogy a félelmeitek körül ölelnek benneteket. Niektorí ľudia majú strach, že nevyžijú, tak naháňajú peniaze a majetky a len aby náhodou ich nedostihla chudoba. Valakik amiatt aggódnak, hogy nem lesz elég pénzük a megélhetésre, ezért hajtják a pénzt. A čo hovorí Pán Ježiš? És mit mond az Úr Jézus? Keď sa nebeský otec o tých vtáčikov stará. Hogyha a mennyei atya az égi madarakról gondoskodik. O čo skôr sa postará o vás, ľudia malej viery. Mennyivel inkább gondoskodik rólatok. Viete, koľko ľudia vynaložia energiu na to, aby mali už pozlátené škrydle na dome? Tudjátok, hogy a emberek mennyi energiát fektetnek abba, hogy aranycserepük legyen a háztetőn. A to všetko preto robia, lebo majú strach z chudoby, alebo že raz budú žobrákmi. És ezt mind azért teszik, mert attól félnek, hogy egyszer szegények lesznek, és koldusbotra jutnak. A robia takú dlhú dráhu, vyčerpávajúcu a zbytočnú, úplne zbytočnú. És olyan iszonyatosan hosszú utat tesznek meg, teljesen
kimerült, hosszú utat fölöslegesen. Je tu medzi nami niekto, kto už zomrel od hladu? Van itt valaki közöttünk, aki már meghalt, éhen halt? Vidím, že všetci sa usmievate, tak nikto ešte nezomrel od hladu. Látom, mindannyian mosolyogtok úgy, hogy egyikünk sem halt. Takže sa pán Boh dokonale o vás stará. Tehát, hogy az Úr gondoskodik rólatok. Prečo robíme také veľké dráhy, aby sme mali drahé autá? Miért teszünk meg olyan hosszú utakat azért, hogy drága autóink legyen? Prečo robíme také veľké dráhy, preto, aby sme mali veľké pozlátené domy? Miért teszünk meg olyan hosszú utakat azért, hogy nagy aranyozott házunk legyen? A až keď to všetko urobíme, tak s vyplazeným jazykom ideme pomazávať do kráľovského stavu. És aztán miután már ezt mind megtettük, ezt a hosszú utat, akkor kinyújtott nyelvvel megyünk, hogy megkenjük az embereket a királyi tisztségbe. A ja viszont vás chcel poprosiť, mene Pána Ježišovom. Én szeretnélek megkérni benneteket az Úr Jézus nevében. Ušetrite energiu. Spóroljátok az energiát. Aj tak o všetko prídete. Úgyis minden elveszik, amitek van. Nič si do hrobu zo sebou nezoberete. Semmit nem visztek a sírba. Ak budete mať zlatý zub, ešte aj ten vám vylomia v truhle, keď budete ležať. Hogyha lesz egy aranyfogatok, még azt is ki fogják törni, amikor ott lesztek a koporsóban. Nič si zo sebou nezobereš. Semmit nem visztek a ušetri si. Ušetri veľa energie. Spórold meg a sok energiát. A namiesto toho, že pôjdeš tú dlhú cestu svojho ľaku, tú cestu investuj do kráľovstva Božieho. És ahelyett, hogy félelemből olyan hosszú utakat tennél meg, ahelyett inkább fektesd be a te energiádat Isten királyságába. Lebo mnohí ľudia čakajú. Mert nagyon sok ember vár. Na zvesť evanjelia. Az evangéliumnak a hirdetésére. A Pán Ježiš hovorí. És az Úr Jézus azt mondja. A hľa, ja vás posielam. Íme, én elküldelek benneteket. Ako baránkov medzi vlkov. Mint a bárányokat a farkasok közé. A viete, prečo vás takto posielam? És tudjátok, hogy miért küldelek benneteket? Lebo tí vlci vás budú šklbať. Azért, mert a farkasok majd meg fognak benneteket szorongatni. Tépni. A tak vás riadne pošklbu. És úgy megtépnek benneteket. Že všetci budú presvedčení o tom a budú vidieť, že vy ste baránkovia a nie vlci. Hogy mindannyian meg fogják látni azt, hogy ti bárányok vagytok, nem pedig farkasok. Lebo keď baránka šklbe vlk, tak on necerí zuby. Mert hogyha a bárányt tépi a farkas, akkor ő nem vicsorgatja a fogait. Neurobí vlkovi naspäť, takže... Nem csinál a farkasnak vissza úgy. Nem vicsorog vissza úgy. To sme mali v susedstve jedného takého vlčiaka psa a vždy, keď som išiel okolo z toho obchodu, tak on stál na plote a keď už čakal, kedy budem blízko, tak na mňa a skoro mi duša vylietla. Volt itt egy farkas kutya a szomszédba, aki nagyon vicsorgott mindig, és amikor jöttem az üzletből, már várt engem, hogy közelítsek oda, és akkor jó hangosan rám mordult. A ja som sa na to pripravil. És egyszer úgy rákészültem. Videl som, že tam stojí. Láttam, hogy ott áll. Vedel som ten jeho systém. Tudtam, ismertem már az ő szisztémáját. A tak som išiel, ako keby, ako vždycky. És akkor úgy mentem, ahogy mindig. A naraz, keď už som vedel, že teraz bude vrčať, tak na neho som zavrčal. És akkor, amikor tudtam, hogy rám fog vicsorogni, akkor én is úgy megfordultam, és visszavicsorogtam. Ja neviem, čo sa stalo s tým psom, ale odtedy ho nevidím. Nem tudom, mi történt azzal a kutyával, de azóta nem láttam. On už ma cítil zďaleka, hovorí, ja sa s týmto nebudem kamarátiť. Biztos ma megérzett messziről, hogy nem fog velem barátkozni. Nemohol si to chudák pezda dohromady, jak je to možné, že aj tento újko vie vrčať?
Nem tudta ez a kutya megérteni, hogy ez a bácsika is tud vicsorogni. No, a preto nás Pán Ježiš posiela medzi vlkov ako baránkov. És ezért küld minket az Úr Jézus a farkasok közé, mint bárányokat. Aby sme nevrčali späť, tak ako vrčí na nás svet. Hogy ne vicsorogjunk úgy vissza, mint ahogyan a világ vicsorog ránk. A keď náš klbe, nech všetci vidia, že my sme baránkovia. És hogyha tépni fognak minket, hogy mindenki lássa meg, hogy mi bárányok vagyunk. A viete, kto bol ten baránok? És tudjátok, ki volt ez a bárány? To bol Pán Ježiš Kristus. Az az Úr Jézus Krisztus volt. Áno, my takýto baránkovia máme byť, ako je on. Igen, nekünk ilyen bárányoknak kell lennünk, mint ő. Ušetríme si veľa energie. Spóroljuk meg a sok energiát. Ale my radi beháme ako illések. De mi szívesen futkosunk, mint az illés, ugye? Mi radi, proste nechajte ma, ja chcem tých 700 kilometrov ísť, aj keď viem, že je to zbytočné, ale ja to potrebujem. És akkor úgy mondjuk, hogy hagyjatok, én akarom menni azt a 700 kilométert, nekem erre szükségem van. A čo keby si radšej tú energiu obrátil v budovanie kráľovstva Božieho? Mi lenne, hogyha ezt energiát befektetnéd Isten királyságának építésébe? Ďakujem vám za pozornosť. Köszönöm nagyon a figyelmeteket. Ďakujem aj bratovi Ričimu. Köszönjük Ricsi testvérnek is. Veľmi si nás požehnal, brat. Nagyon megáldottál bennünket. A chceme povedať, že áno, je to pre nás veľkým poučením. És akarjuk mondani azt, hogy igen, ez nagy tanulság a mi számunkra. My chceme v tej Božej blízkosti tak prežívať, mi Isten jelenlétét úgy akarjuk átélni, že chceme sa dívať Božími očami na seba. Hogy Isten szemeivel akarunk magunkra nézni. Pozrite, ako nádherne sa pozerá na Pána Ježiša. Nézzétek, milyen csodálatosan néz az Úr Jézusra. Hľa môj milovaný syn, ktorom sa mi zalúbilo. Íme az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. A toto bolo pre neho takou motiváciou pre všetku jeho službu. És ez egy ilyen motiváció volt az ő számára, az ő szolgálata során. Keď ho opľúvali, amikor leköptösték, keď ho neprijali, nem fogadták őt, keď ho bičovali, akkor ostorral ütötték, potom keď ho križovali, mikor keresztre feszítették, keď si z neho robili posmech, amikor kinevették, a jednoducho mu dávali najavo, že je k ničomu a nepotrebný na tomto svete. És azt adták tudtára, hogy semmire kellő, és nem szükségszer. Viete, čo ho zachovalo dokonca? Tudjátok, hogy mi az, ami a végig megtartotta őt? On počul ten hlas, že on je milovaný Boží. Ő hallotta azt, hogy ő Isten szeretett fia. On stále sa díval na seba očami svojho otca. Ő mindig Isten szemeivel tekintett magára az atya. Ako sa díváš ty na seba? Hogy nézel te magadra? Ako sa díva tvoja matka na teba? Hogy néz a te anyád rád? Alebo ako sa díva tvoj otec? Vagy úgy tekintesz magadra, mint a te apád tekint rád? Alebo tak, ako tvoj muž? Vagy ahogy a te férjed? Alebo tak, ako tvoj sused? Vagy úgy, ahogy a te szomszéd? Alebo niektorý z tých bratov? Vagy a testvérek közül valaki? Tak ti musím povedať, že veľmi biedne prežívanie máš. Akkor mondhatom, hogy nagyon szegényes a te átélésed. Vtedy bude tvoje prežívanie bohaté, keď sa budeš dívať na seba očami Pána Ježiša. Akkor lesz gazdag a te életed, ha úgy fogsz magadra tekinteni, ahogyan az Úr Jézus tekintett magára. Ty si jeho milované dieťa. Te az ő szeretett gyermeke tak vagy. Tak to hovorí Pán Ježiš. Ezt mondja az Úr Jézus. Ty si moje milované dieťa. Te vagy az én szeretett gyermekem. Za teba som niesol kríž. Érted, vittem a keresztet. Drahý si mojich očiach. Drága vagy az én szemeimben. A nikdy sa ťa nevzdám. És soha nem mondok le rólad. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen.